Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ezek a kártyák itt mutatják, hogy mi történik a pénteki napon. Itt ti álltok a középpontban. Ez a hölgy itt mutatja a levegő elemét. Ez jelenti a könnyűségeket, beszédeket, kommunikációt, de azt is, hogy tegyétek túl magatokat olyan dolgokon, ami eddig elkeserített benneteket. Ezeket a nehézségeket, mert kell, hogy fellélegezzetek. És mi várható még? Ez a két kártya jelenti itt a tűz elemét. A tűz eleme mutatja a szenvedélyeket, az erőt, a bátorságot és a lelkesedést is. Ezeket a képeket nem kell, hogy úgy vegyétek, ahogy a kép mutatja, hanem gondoljatok arra, hogy így minden olyan össze-vissza van, és az a férfi, akire ti most gondoltok, rendbe teszi a dolgokat, erre utal itt a Szaturnusz bolygónak a jele. Tehát itt megnyugszik valami, viszont mutatja a férfiasságát, mert ezt jelenti itt ez a Mars bolygó szimbóluma, tehát közeledik hozzátok lelkesedéssel és szenvedéllyel. Mutatja a tűz elemét. Szombat. Itt megint ti álltok a középpontban ezzel a filmmel. Ez a film mutat számotokra valamit. Vagy tükröződik valami, vagy kell, hogy ti forgassátok ezt a filmet. Ahogy ti elképzelitek, az pontosan úgy fog bekövetkezni. Ez a férfi, akire ti most gondoltok, ez mint egy festőművész itt a képen, és ti vagytok itt, ez a modell. Ti álltok a középpontban, ő figyel titeket, és festi ezt a képet. Ez a festmény mutatja az ő elképzeléseit, az ő fantáziáját, és mi várható, mi következik be, ez a film fog itt lejátszani, vagy mutatja ő ezt a festményt, ez megvalósul, mert itt vagytok megint a középpontban, és ez a kártya mutatja a föld elemét, a reális dolgokat. Az álmok, ez a film, ez a festmény megvalósul. A szombati napot megnéztük, és most betekintünk a vasárnapi napra. Itt vannak a kártyák. Megint ti álltok a középpontban, ez a kép két dolgot mutat, a nyitottságot és a zárkózottságot. Mindkettőre szükségetek van. És ha így látjátok a dolgokat, hogy bizonyos helyzetekben visszahúzódóak vagytok, egy más helyzetben viszont mutatjátok a nyitottságot, és beszéltek érzelmekről, ezzel szerencsétek lesz, mutatja itt ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. Mi van a háttérben, amit ti nem láttok? Nála veszekedések és viták vannak. Ezt le kell, hogy ő rendezze, mint itt ezt a helyzetet is. Ha minden olyan össze-vissza van, ezt kell, hogy rendbe tegye. Te ezeket a dolgokat is, ezeket a vitákat és veszekedéseket. Ez a háttérben történik, de bízzatok abban, hogy közeledik hozzátok, és rendben lesznek a dolgok. És ez volt a hétvégi jóslásom.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!